A Dorogi medence területét körülbelül 220 millió évvel ezelőtt tenger borította. A vízben élő szerves élőlények elhullva és a vízfenékre lerakódva több száz méter vastag mészréteget hoztak létre, melyből az újabb évmilliók alatt lezajlott folyamatos tömörödés során alakult ki a ma is bányászható tömött mészkő réteg. Érdekes módon Dorogon a bányászat története nem a mészkő, hanem a mészkőnél mintegy 100 millió évvel fiatalabb szén kitermelésével indult 1845-ben. A már működő szénbányák Augusta nevű aknájának mélyítése kapcsán 1905-ben merült fel a nagyon jó minőségű dorogi mészkő ipari szinten való felhasználásának lehetősége. Kezdetben elsősorban mészégetéshez használták fel a kinyert ásványvagyont, de hamarosan megkezdődött a mészhidrát és a mészkőliszt előállítása is. A területen később megalakult Hungária mészkőipari RT egészen az ezredfordulóig folytatta tevékenységét, míg 2000-ben a Baumit Kft. Tulajdonába került. A dorogi Hungária hegyen található mészkőbánya így 2015-ben lesz 110 esztendős. Vállalatunk egy olyan családi tulajdonú osztrák koncern része, amely Közép-Európa egyik meghatározó építőanyaggyártójává vált az utóbbi években. A korai osztrák kezdetek is a mészkőről szóltak. A vállalat alapító Alois Schmid az 1930-as években mészkőbányászattal és égetéssel kezdte tevékenységét a Bécs közeli Wopfingban, mára pedig a Baumi gyárai és üzemei 28 országban állítanak elő vakolatokat, habarcsokat a minőségi építőipar számára, jellemzően a mészkő alapanyagra támaszkodva. A 2000 óta a Baumit Kft. Kezelésében lévő dorogi mészkőbányában évente közel 450 ezer tonna követ bányásznak ki. A bányászat a legkorszerűbb eszközökkel, a bányahatósággal és a környezetvédelemmel egyeztetett éves és hosszabb távú kitermelési tervek szerint példaértékűen történik. A mészkő felhasználása sokféle lehet. Az út- és vasútépítéshez használt különféle frakciók mellett a legnagyobb mennyiséget a cég világszínvonalú vakolatgyára használja fel, a különféle gyárilag előkevert baumit habarcsok, vakolatok, ragasztók, esztrihek és betonok legfontosabb alapanyagaként. Az egészen finomra őrölt mészkőlisztből pedig gyógyszeripari szűrőanyag vagy akár állati takarmány kiegészítő is készülhet. A Baumit és a tulajdonos osztrák Schmidt család más cégei is az első befektetők voltak a rendszerváltás utáni Magyarországon. A Baumit Kft.-t 1990-ben alapították vegyes vállalatként. Az eltelt 24 esztendőben a Baumit 4 gyárat épített fel, közel 170 embernek ad munkát, a válság alatt is 10 milliárd forint felett tartotta árbevételét és a magyar építőanyagipar egyik vezető cégévé vált. Magas minőségű termékeivel szinte minden magyar ember találkozhat a mindennapokban, beépítve középületekbe, iskolákba, kórházakba, otthonokba. Ezek közül a legkeresettebbek a homlokzati hőszigetelő rendszerek és a homlokzatok megjelenését is élettartamát döntően meghatározó színezővakolatok és homlokzatfestékek. Minőség, szolgáltatás, tisztesség, etika. Ezek a fogalmak az alapjai vállalati működésünknek, ezt várjuk el valamennyi kollégánktól, és igyekszünk mindezt pozitív példaként megmutatni partnereinknek, környezetünknek is. A Baumit komolyan gondolja hosszú távú magyar és dorogi jelenlétét és szerepét. Tisztában van azzal a felelősséggel is, ami méltányos társadalmi szerepvállalásra és közéleti tevékenységre kötelez. A jövőre 110 éves múltra visszatekintő dorogi kőbányászatnak a cég méltó emléket szeretett volna állítani, így a város önkormányzatának bevonásával úgy döntött, hogy pályázatot ír ki egy emlékmű megvalósítására.
A Baumit szándékai szerint a 2015 évi bányásznapon fogják átadni az elkészült alkotást, mely méltó emléket állít a dorogi kőbányászatnak. A pályázati kiírásra érkezett műveket szakmai zsűri bírálta el, és ünnepélyes keretek között a cég telephelyén tartott bányásznapi ünnepség alkalmával hirdettek győztest. 16 különböző pályázó, 20 különböző pályaművel jelentkezett erre a művészeti pályázatra. Hát talán azért is van ez, mert igazából sajnos az ország jelenlegi helyzetében ritkán kerülnek ilyen pályázatok írásra. Bennünket mégis megdöbbentett, hogy milyen hihetetlenül magas színvonalú pályaművek érkeztek. Ezért igazából úgy terveztük, hogy egy első díjat adunk ki, de aztán úgy döntöttünk, hogy olyan magas a színvonal, hogy a művészek anyagi és erkölcsi megbecsülése érdekében mi azonnal közel duplájára 700 000 forint összdíjazásra emeltük a pályázatot, és most még lehetőséget adunk a jelenlegi kis ünnepség résztvevőinek egy közönségdíjas szavazásra is, tehát még egy művész még fog külön kapni egy kis elismerő díjat és némi anyagi támogatást a Baumit Kft-től. Pályázatunk nyertese meglepő módon nem egy képzőművész, hanem egy kertépítő mérnök, aki Tatán kertépítő vállalkozást működtet, Maurer Klímes Attiláról van szó, aki Tisztelet a köveknek címen adott be egy pályaművet, de gyakorlatilag a pályamű lényege az, hogy a bejáratunk melletti dombot megnyitja, virtuálisan megnyitja, és igazából a megnyitott föld belsejében látni engedi a szétváló köveket, és egy nagyon-nagyon szép és komoly érzelmeket ébresztő módon helyezi el az emléktáblát is, amiben arról szól, hogy hát tisztelet azoknak, akik a követ új életre keltik, és ez valóban úgy gondolom, hogy a Baumi tevékenységének is valóban az egyik szép mottója lehet a jövőben is. Az erkölcsi tartást, amit a Baumit vezetése tanúsít, azt én nyugodtan mondhatom, hogy példának állítanám az összes magyar gazdaságos bányavállalkozás elé. Nagyon ritka, amikor ilyenre, értékmegőrzésre, emlékre, művészetre áldoz valaki. Nem vagyok bányász, még csak mérnök sem. Közgazdászként irányítom a Baumi céget Magyarországon. Mégis a kezdetek óta különös tisztelettel figyelem a Hungáriahegyen folyó mészkőbányászati tevékenységet. A természet micsoda története dermedt itt kőbe. Évmilliók üzenete az ásványkincs, amit kitermelünk. Cégünk tisztelettel adózik a több mint 100 éves történelmű dorogi mészkőbányászatnak. Ennek kifejezésére döntöttünk emlékmű létrehozásáról és művészeti pályázat kiírásáról is. Méltón kívánunk ugyanis emlékezni elődeinkre, akiknek ötlete, hite, kitartása, tisztessége és áldozata nélkül ma mi sem lehetnénk itt. És üzenem mindenkinek, testvérnek, rokonnak, idegennek, gonosznak, jónak, hűségesnek és alávalónak, annak, akit a fájás űz, és annak, kinek kezéhez vércseppek tapadnak, vigyázzatok, és imádkozzatok. Valahol, fönt a magos ég alatt, mozdulnak már lassan a csillagok, s ha víz szalad, és csak a kő marad, maradnak az igazak és a jók, a tiszták és a békességesek, erdők, hegyek, tanok és emberek. Jól gondolja meg, ki mit cselekszik. Likasszák már az égben fönt a rostát, s a csillagok tengelyét olajozzák, szorgalmas angyalok.
és lészen csillagfordulás megint. És miként hirdeti a Biblia, megméretik az embernek fia, s ki mint vetett, azonképpen arat. Mert elfut a víz, és csak a kő marad. De a kő marad.